Jó magam kész van a küszöbön áll. Új, nehéz most jónak lenni, el se tudnád képzelni. Annyi mindent meg kell tenni, de nem ígérem, hogy jó leszek. Technikai hibáról szó sincs, egyáltalán nem véletlenül énekelt Vince Lilla Sötétben az elején, és kísérte őt zongorán Helle Maximilian, a Bodor Tibor Kulturális Egyesület alelnöke, akiknek ezúton is köszönjük szépen ezt a fantasztikus produkciót, és kiegészültünk még, hiszen vendégünk Puskás Kata Szidóni, az Egyesület elnöke. Köszönjük szépen, hogy eljöttetek hozzánk. Mi köszönjük a meghívást. Ugye te Bodor Tibor színművész unokája vagy, ráadásul erről is fogunk majd egy picit bővebben beszélni, de a témánk az a koncert a Vaksötétben. Milyen élménnyel gazdagodik az, aki elmegy erre a koncertre? Mi már ebből kaptunk egy kis ízelítőt, ugye, hiszen a produkciótok eleje az majd, hogy nem Vaksötétben zajlott itt a produkció, vagy a stúdióban. Nagyon nehéz leírni ezt az élményt, szerintem főleg röviden, de minden esetre az egészen biztos, hogy amikor teljesen elsötétül a terem, és felcsendül egy zongorának a hangja, és mellett olyan csodálatos énekhangok, mint Lilláé is, illetve a most csütörtöki koncerten, ugye Szalóki Ági, Németh Júci és Kollár Klemenc Laci fog énekelni, azt gondolom, hogy akkor az egy leírhatatlan élmény. Tehát tényleg attól, hogy kizárjuk azt a sok-sok impulzust, ami minket a szemünkön keresztül él, ér így egy teljesen más élmény egy koncert. Maximilian, mi a célotok ezzel a koncertsorozattal? Szemléletváltás? Többek között igen, illetve alapvetően a bevételből igyekszünk újabb és újabb hangos könyveket készíteni látássérültnek, hiszen az a fő profilunkat ugye alapvetően ez jelenti, hogy látássérültek számára hangos könyveket készítünk önkéntes felolvasók segítségével, illetve hát azt hiszem, hogy zenészként azt mondhatom, hogy a közönség szolgálata és egy olyan élmény szerzése nekik és mindenkinek, aki ezen a koncerten jelen lesz, amit eddig nem kaphattak sosem. Igen, hiszen azt ugye fontos megemlítenünk, hogy egy jótékonysági koncertről van szó. Lilla, te nem a most csütörtöki koncerten fogsz fellépni, hanem majd november 7-én. Hogy fogadtad a felkérést? Hát én úgy fogadtam, hogy először is voltam egy ilyen csodálatos koncerten, amit egy barátomnak köszönhetem a meghívást, és Kata is meghívott, és Ágit hallottam, Szalóki Ágit, akit egyébként is maximálisan fantasztikus művésznek tartom, és én azt gondolom, hogy nagyon átadtam magam annak az estnek egy gyönyörű Dunapalotában. Erről nagyon sokat lehetne mesélni, hogy soha nem voltam én sem még ilyen helyzetben. Tehát ez gyakorlatilag ez egy nagyon különleges művészeti állapot, amikor te sötétben, mint néző is. Igen, ezt akartam kérdezni, hogy olyan helyzetben még voltál, mint néző, de így ugye van. November 7-én meg szintén egy új helyzet így lesz. Van. Erre lehet készülni? Vagy esetleg a próbák alatt becsukod a szemedet, vagy tudatosan készülsz rá, vagy ez abszolút mély víz ilyenkor az előadó művészeknek? Ez egy kicsit olyan, mint a színészetben, amikor a darabra készülsz, vagy egy koncertnél, ma már ezek összefonódnak. Én tényleg egyébként egy picit tudatosan is
nagyon sokszor énekelek behuny szemmel, és tényleg elkezdtem ezt a terápiát. Valóban nagyon nagy élmény, Maximiliámmal most kezdtünk el próbálni. Tegnap egészen igazából. Tegnap? Igen, tegnap volt az első próbátok? Hát azért voltak nekünk még nyár elején egy ilyen ismerkedés az Ági koncertje után, amikor én ezt nagyon élveztem, és átnéztünk egy-két olyan sanzont és olyan dalt, amit egyébként már úgy ismerünk, és mind a ketten tudjuk. Olyan összhang van köztetek, mint hogyha ezt nem is hetek, de... Erről szól a muzsikálás, hogy nekem is egy olyan különleges élmény úgy zenélni, hogy ezzel az érzékenységgel, ami elképesztő, amit a Maximilián működik, én ezt nagyon-nagyon sokat tanulok ezáltal, és azért még arról is beszélhetünk, hogy közösen alakítjuk a műsort, olyan dalok is szerepelnek, amik ehhez a világhoz nagyon illik, ehhez a meghitt, úgymond sötét, silent világhoz. A sanzonok, ami természetesen nagyon-nagyon szeretem. A sanzon műfajában magyarul és franciául is énekelek, és hát olyan filmzenéket énekelek, amiket ezelőtt még nem. És ez a Legyetek jók, ha tudtok egyébként eredetileg egy olasz filmnek, a Legyetek jók, ha tudtok című filmnek az egyik betétdala. Arról beszéltünk, hogy a most csütörtöki koncerten kik lesznek az előadók. November 7-én kiket láthatunk majd, illetve bocsánat, hallhatunk Lilla mellett. Lillát és Maxit, ők ketten lesznek a főszereplői az estének, úgyhogy november 7-én őket hallhatjuk majd. Illetve minden koncert után szokott lenni egy beszélgetés, ahol beszélgetnek a fellépő művészek, illetve ha a közönségnek van kedve megszólalni, akkor őket is nagyon szívesen bevonjuk ebbe. Pontosan azért, hogy milyen élmény az, amikor egy színpadon vaksötétben valaki átadhatja magát ennek. Beszéljünk egy kicsit magáról az egyesületről. Ugye azt már említettük, hogy te Bodor Tibor színművész unokája vagy, de hogy találkoztatok pontosan? Hiszen egy nagyon-nagyon fiatal egyesületről van szó, ugye idén lesztek még csak 2 évesek. Így van, igazándiból 2 évvel ezelőtt Maxi elindított egy felhívást a közösségi médiában, hogy önkéntes felolvasókat keresnek, és én tudtam, hogy a nagypapám nagyon sokat olvasott fel a látássérülteknek, és jelentkeztem rá, és beleírtam, hogy Bodor Tibor unokája vagyok. És hát aztán ide sodort minket, nem a Duna vize, hanem az események, hogy megalakítottuk közösen a Bodor Tibor Kulturális Egyesületet, aminek az egyik fő célja az, hogy hangos könyveket készítsünk látássérültek részére, hiszen a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségében jelenleg 4000 hangos könyvet érnek el a látássérültek. Na most évente Magyarországon körülbelül 8000 könyv jelenik meg, tehát ebből azért érezni lehet, hogy van mit csinálnunk, van előttünk sok szép feladat, de úgy gondolom, hogy az a több mint 400 könyv, amit ez alatt a kevesebb mint 2 év alatt megcsináltunk, ez is egy fantasztikus eredmény már. Abszolút. Maxi, neked mit jelent egy-egy hangos könyv? Igazándiból majdnem, hogy mindent. Alapvetően az olvasás szeretete az gyerekkorom óta végigkísér, ugyanúgy, mint a zenéje is. Nekem ez a kettő váltakozik, és nagyon-nagyon sok mindent köszönhetek mind a könyvednek, mind pedig a zenének. Többek között olyan barátságokat is, mint Lilláé és Katáé. Nagyon hálás vagyok érte mindenkinek. Azt mondjuk el, hogy hol jelentkezhetnek azok, akik esetleg kedvet kaptak arra, hogy hangos könyveket olvassanak fel? A www.bodortibor.hu weboldalnak a csatlakoz menüpontja alatt, ahogyan lehetek felolvasó alatt, megtalálnak minden információt. Alapvetően egyébként a hangkölcsönző@gmail.com e-mail címre szoktuk kérni, hogy küldjenek egy próbaolvasást, hiszen meg szoktuk nézni azt, hogy hogyan olvas fel valaki, illetve azt is, hogy milyen technikával. Hála Istennek, ugye ma már az okostelefonoknak hála, bárki otthon felolvasóvá válhat, és itt muszáj megköszönnünk annak a sok-sok önkéntesnek, akik ezt a 400 könyvet felolvasták, és akik segítik ezt technikusként, vágóként, hiszen nem elég felolvasni a könyveket, azokat meg is kell vágni. Tehát a Maxi nem csak önkénteseket toboroz, meg zenél, hanem mellette rengeteg hangos könyvet meg is vág. Azért azt gondolom, hogy még az talán élmény is lehet, nem? Hogyha azok tényleg olyan, nem, tehát nem csak a munka része van benne, igaz, Maxi? Hogy... Én mindig azt mondtam egyébként, hogy az embernek az a munkája, amit pénz nélkül is szívesen csinálna, akkor az csodálatos. Tehát, hogy én alapvetően mindig is olyan munkát szerettem volna magamnak, amivel tehetek az emberiségért, tehetek valahogy egy picit talán azt hiszem, hogy mindenkiért, mert ebben azért mégiscsak közösen vagyunk benne ennyien, és egy nagyon jó közösséget építettünk, azt gondolom, mert hát épülget magától szinte folyamatosan.
egymásnak segítenek az önkéntesek egyébként, most már ott tartunk, tehát egymást látják el információkkal, barátkozzunk egymással, folyamatosan kapcsolatban vagyunk, úgyhogy abszolút egy nagyon-nagyon szép hit kapcsolat alakul itt ki ember és ember között, és pont ez a lényeg, ezt azt hiszem. Csodás dolgot csináltok, és sok sikert kívánok ehhez is, illetve aztán a koncerthez is, illetve a koncert sorozathoz. Köszönöm szépen, hogy eljöttetek hozzánk. Mi köszönjük a meghívást.